Szeptember elején elindult az új tanév a Nyíregyházi Egyetemen is. Csak nem 1200 új hallgató kezdte meg tanulmányait, 1030-an az általános eljárásban, 150-en pedig pótfelvételével kerültek be. János István, az intézmény általános rektorhelyettese 35 perc műsorunkban azt mondta, elégedett a beiskolázás élményeikkel. A Nyíregyházi Egyetemen minden adott ahhoz, hogy egy modern képzési struktúrában tudjunk dolgozni, minden adott a hallgató élet számára. A kampuszunk is tulajdonképpen az utóbbi húsz évben jelentősen megújult, több új épület, épületet építettünk fel. A sportlétesítményeink elérhetőek, használhatók a hallgatóink számára, és azt gondolom, hogy a légkör, amit megteremtettünk áldozatos munkával, az mindenképpen jó hírét viszi az egyetemünknek, hiszen nincsenek tömegképzéseink, ahol elveszik az egyén, hanem mi konkrétan célzottan tudunk a hátrányos helyzetű hallgatókra is figyelni, illetve mindenkinek az egyéni problémáit meg tudjuk hallgatni, és arra megoldást tudunk találni. És ezek olyan elemek, amik esetleg nagyobb egyetemeken nincsenek meg, és nyilván bizonyos szempontból azt gondolom, hogy semmivel nem vagyunk rosszabbak, sőt egyes területeken még kiemelkedőbbek is vagyunk, mint a nagyobb egyetem, meg pont a tömegképzés hiánya miatt. Az egyetemen 12 intézetben és a Besenyei György pedagógus képzőközpontban folyik az oktatás. Legnépszerűbb szakjaik továbbra is a gazdálkodásmenedzsment, a kisgyermeknevelő, valamint a repülőmérnöki képzés. A következő tanévben több fontos feladatot is szeretnének megoldani, mondta a rektorhelyettes. Hogy ha van hallgató és lesz hallgató, akkor akkor lesz egyetem is, és le, lesz azt gondolom, hogy kulturális szellemi élet is a, a városban. És ennek hát nyilván ez nem csak az egyetemtől függ, de nagyon fontos része, hogy, hogy fontos szerepet vállal ebben az egyetem. Illetve hát nyilván meg kell küzdenünk azokkal a nehézségekkel, amikkel országos szinten is, ugye a közintézmények, illetve egyéb ö, ö, vállalatok is. Meg kell, hogy küzdjenek, ez pedig a, ugye a rezsi kérdés. És elégedett lennék, hogyha egy olyan költségvetést tudnánk végigvinni az évben, ami, ami aztán lényegében egy kiszámítható, stabil jövőt tud biztosítani az egyetem számára. Ez nyilván nem feltétlenül csak az én kompetenciám, de én akkor ezzel elégedett lennék. És hogyha növekedik a hallgatói létszám, tovább tudjuk folytatni a, a nemzetközi szintére való ki kilépésünket. Megnyílnak számunkra pályázati források, vállalati kapcsolataink bővülnek, akkor én elégedett leszek. Folytatják nemzetközi kapcsolatai kiépítését. Ebben a szemeszterben egy ecuadori intézménnyel működnek együtt, de hangsúlyt fektetnek a vállalati kooperációkra is.